csatlakoztok. 16%-nál vagyok. Gyerekek, vannak itt. 21%-os is van. 21-ből. Kezdjük itt. Akkor teljesen egy új mentés lesz, jó? Akkor... A Season 3 nincs meg. Az 1-2 megvan. Hogy az az egy hiányzik, mert akkor én már ugye abba hagytam. Úgyhogy... Ja, de amúgy megvan mind. Jó, figyeljetek! Indul a mandula. Elkezdjük a játékot, aztán majd valami lesz, jó? Gyerekek, vágom a játékot, ne aggódjatok miatta. Csak még itt meg kell szoknom a dolgokat, aztán megyünk. Hova kell mennem? Ja, most bemutogat mindent, el kell mennem ide, és én hol vagyok? Innen indulunk, akkor megyünk az úton végig. Van, már elég sokáig eljutottam benne egyébként, még az elején nagyon sokat nyomtam. Dehogy is, nem kell semmilyen tátra. Nem kell. Nekem megvan az OP autó. A legjobb autó úgyis benne van a játék elején már. Úgyhogy... Ebből meg lehet venni, csak okosnak kell lenni. Szervusztok, sziasztok mindenkinek. Jó. Figyeljetek, megpróbálok valahogy... Nem Azov. Csak az Azov. Azov a legópébb a játékban. DLC-ken kívül. Na figyeljetek, elindulunk. Most azt nem tudom, hogy hova akar engem küldeni. Elsőnek a tutoriát meg kéne nyomni. Hát szerintem erre el tudunk menni, és akkor itt szerintem itt lesz följárom. Ugye meglátjuk, derítsük egy kicsit fel. Az Azov azért jó, mert sehol nem tud elakadni. És mivel lassú, SnowRunner a játék neve, és mivel lassú, nem ingyenes. És mivel lassú, ezért nem is törik. Azért imádom. Hát szinte nem lehet összetörni. Pont ez a jó benne. Hát nagyon nehezen tudod összetörni. Mindegy, én szeretem az Azovot, hogy én el vagyok vele. Jó. Fel fogok tudni egyáltalán menni? Lehet, hogy erre kellett volna elmenjek, vagy erre is megpróbálhatjuk, menjünk. Hát nem annyira lassú egyébként. Megmondom, nem akad el. Tehát, hogy nem akad el, semmiben nem akad el az a kocsi. Az a jó benne, egyszerűen nem tudod semmibe elakadni. Nem akarom, mondom, én szeretem az Azovot. Azért szeretem, mert nem lehet elakasztani azt a járművet, semmibe. Nincs olyan terep, ami ne tudna átmenni. Főleg az elején mindent megold, eladsz mindent, van rá pénzed, kész. Nem, gyerekek, játszom úgy, ahogy én szeretnék. Nem, tudom, hogy mindenki másot csinálja, én csinálom úgy, ahogy én szeretném, jó? És kicsit sietni fogok, hogy pörgessük a történetet, jó? Mert szeretném, hogy ha közösen akarunk játszani, legalább minimál flottám legyen már, meg az lenne a célom. Jó, figyeljetek, akkor megyünk a garázsba, ugye az itt van. És akkor már is megyünk a garázsba, szerintem úgy, ahogy van. Az a baj, DLC-kkel nagyon egyszerű a játék, sajnos. Hát jó, tudom, tényleg megvan. Csak kicsit bele kéne rázódni. Hogy a hangerő, ez hogy van egyébként, skacok? Mert ahogy nézem, iszonyatosan halk. Ja, hogy igen. Hát mondjuk a musicot ezt lehúzhatjuk. De így is szól a zene. Hogy ez milyen zene amúgy a háttérbe. Hát ultra az oké. Okay. Továbbra is szól a zene. Akkor maradjon. Event sound, új, valamelyik, mindegy. Jó, hát nem kell keménynek lenni, én szerintem sorba fogok haladni. Meg mondom, hidd el, mindenkinek más válik be, szóval szerintem nincs olyan, hogy
kinek mi, valaki ezt szereti, valaki azt szereti. Mindenkinek megvan az, hogy szerintem ki mivel szeret játszani, és ez a jó benne, hogy van lehetőséged. Huszonhét! Mit kapott a motor, gyerekek? Ja, de várjál, nem tudok itt átmenni. Jó, de akkor a lag volt. Meg a hidat el is felejtettem. Akkor viszont... hűha. Ja, mert nem tudok átmenni a garázsba, először el kell mennem a truckhoz. Au, gyerek. Jó. Meg kell csinálnom a hidat előbb. Jó, mindegy, megvan. Nem tudom, hogy mentem, mert nem vágom, a nevek alapján nem vágom. Ezen az első négy térképet kimaxoltam annó, meg a havasnak a felét. Ez kérlek szépen SnowRunner. Jó ez a játék. Figyeljetek, jó lesz. Meg az orosznak is egy részét megcsináltam, de én az új, például a DLC-s mapokat nem nyomtam. Hát azt nem vágom. Belenéztem egy kettőbe, de nem csináltam. Csőd mindenkinek, sziasztok! Mindegy, a játékban lévő zene úgyse copyrightos szerintem, úgyhogy hagyd maradjon. Gyerünk! Játszint! Irány a TikTokra, Bannónikő! 8-as, 16-os is van benne. Kell megint moderátorokat szerveznem most már TikTokra, mert egyre többen vagyunk, aztán... Csucsú most játszik, szerintem nem figyel. Nyugi Kevin, nincsen baj. Pár másodperc, ezt meg is oldjuk a problémádat. Köszi. Na, ennyi volt, nem kell stresszelni. Ennyi. Ilyetek már, aki kap egy bant, az utána a live-ot nem is látja, nem? Hát azonnantól az gatya. Vagy a live-ot tudja nézni, csak írni nem tud, vagy ez hogy van? De mit megyek föl balra? Iszonyatosan menő ez a játék amúgy. Meg is van az első gépezetünk. Oké. Change track. Mondtam, hogy SnowRunner még mindig nem változott. Ugyanaz. Az országban az 5-8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 -
Nem tudod. Hú, de várjatok, volt annyi érzem, hogy nem vettem fel a taskot, mi? De nincs is még ott. Mi a feladat? Várjatok, nekem kéne egy feladat. First which... Ab. Gyerekek, jó. Igen. Aha, megvan, jó. Ezt a hitet kell megcsinálnunk, és kell hozzá a Metal Beamsből egy, meg Wood Planksból kettő. De most a Wood, az itt van a Wood, az a baj, a Metal meg ugye itt van. Hát akkor elmegyünk a Metalért először szerintem, mert... Ja, erre fölmegyünk. Elmegyek ide, fölvesszük. Aztán onnan vissza a híthoz, aztán vissza a fire, vissza a híd, az kész.
Na cső mindenkinek, sziasztok. Akkor menjünk balra. Akadozik a stream. Elvileg nem akadozik, nálam nem ír hibát. Iszonyatosan ki van dolgozva ez a játék, gyerekek. Jó, de van, külön a Twitch-en is megy a stream, ugye az a fő platform. De a TikTokon attól még lehet jó egyébként. Van, akinek ez a játék teljesen újdonság? Majd meglátjuk. Jó. Hányan lehet benne maximum játszani? Azt nem tudom, szerintem négyen egyébként. Jó, megjöttünk. Ez a Metal Beams, nem? Így van. F-load, mehetünk. Irány a híd. Nem tudom, hogy képes vagyok... Azt elbírja ez a kocsi? Azt mondjátok, elbírja? Hát akkor menjünk le. Nem tudom, azon gondolkozom, hogy meg tudom-e csinálni esetleg ma évfélig az első mapot fullosan, de szerintem lehetetlen. Nagyon sok. Köszönöm a követést. Hogy én ezeket a járműveket amúgy nagyon szívesen feltuningolnám, mert nekem az azóval is az a bajom, hogy túl... Aha, újra kezdtem teljesen. Az a bajom, hogy az azov az egy zseniális jármű, mindenen átmegy. Viszont én tök örülnék például, hogyha ezeket a járműveket is ki lehetne maxolni, és meg lehetne építeni, de ugye ahhoz nagyon sok cucc kell. Most tudok olyan trükköt a második mapon, amivel lehet XP-t farmolni nagyon könnyen. Jó napot kívánok! Hát itt mi történt? Azt a mindenit! Tehát... nem kell stop tábla nekünk. Szóval azt meg tudom oldani, hogy... ki tudom ma... XP-be lehetne húzni. Na, játszunk a fatelepen. Hol van itt a kocsi? Én nem látom, vagy ott van bent. De ugye van a második mapon egy ilyen, hát ilyen idő challenge, hogy x idő alatt vigyél el valahol valamit. A harmadik térképről meg kell szerezni azt a hosszú, nagyon hosszú orosz, azt hiszem, de ugye amerikai, nagyon hosszú teherautót, arra ráfér minden, és akkor át kell rohanni. Nem akarok kormánnyal játszani ebbe a játékba. Nem jó. Nem a kormánnyal van a baj, a kamerát is kell mozgatni. Nagyon sokat, tehát nagyon sokat nézelődsz, és nem tudod megoldani. Rá tudom akasztani, így... Várjál, de... igen. Látok, ezt kell nekem még megszokni. Tehát emiatt, hogy folyton vincselned kell, emiatt szerintem ne akarjál kormánnyal játszani.
Ez szerintem megbolondulná. Jó buli lehet egyébként, de nagyon, nagyon belassítaná a játékot. Majd lehet, hogy ránézek, mert egyébként maga a teherautó vezetése ebben a nézetben mondjuk biztos, hogy hatalmas buli. Jó. De várjátok, amúgy fogalmam nincs, hogy jó irányba megyek. Aha, idáig fel kéne jönni. Akkor ugye innen meg ide. De még mindig nem látom ott a... Igen. Értem, hogy van a global map. Aha, és akkor itt van mindenféle térkép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20. Hányszor mentem körbe rajta? Biztos nincs 20. Igen, túlmentünk. Hiszen valamennyi van. Jó, továbbra is itt vagyok. Nem akarok elteleportálni. Engem az érdekel, hogy miért nem mutatja a taskot itt. Föl kéne venni, aktiválni. Így, jó. Szerintem eléggé. IP szerintem kormányfüggő egyébként. De milyen kormánnyal próbáltad? Maga a játék az egér használat miatt nem az igazi. Szerintem a Logit, a Transmasternek ez a, van ilyen visszajelzés erősítő benne. A crewnál is akkor lesz ilyen nagyon durva. Szerintem azzal elég jó lehetne. De majdnem meg kipróbálom. Gyerünk, menjél. Nekem például rohadtul tetszik ez a ez a kamion, vagy teherautó, vagy nem tudom minek nevezzük. De, és mondom csak az a baj ezekkel, az elején annyira nem lehet feltuningolni, annyira nem lehet jó használhatóra csinálni, mert ugye az összkerékhajtás nagyon későn lesz meg hozzá. A másik, meg amelyik ugye megvan, a másik ilyen hasonló feelingű, az meg van az ellenkezője, hogy összkerék, viszont ott meg valami nagy gumi hiányzik talán, vagy valami más. Hogy a lokkolható differenciál, ami valami hiányzik belőle, azt tudom. Hát szerintem Maxon azért nem lenne ez rossz. Szép estét mindenkinek. Szerintem Maxon ez a gép is tudná azért, hogy mit kell csinálni. Összkerékkel, a legnagyobb gumikkal, minden rajta, szerintem menne. Jó. Hát jó, az se annyira kicsi azért. Hát mondom, nyilván vannak ennél durvábbak, de szerintem használható lenne. Egyáltalán nincs rá... sárgumi? Szerintem... És hát mi van a izével? A Season 3-as gumiszettekkel. Jó, csak nekem ugye, nekem az a baj, hogy nekem a kormány belenyúlna, nem tudom, hogy
Nyilván lehet vele játszani kormánnyal, csak inkább az az én gondom, hogy belassítja a játékot. Tehát sokkal könnyebb így. Miért IP, te már kijátszottad a játékot? Ja, igen, néztem, amit írtam. Hát figyelj, igazából, ha elküldheted privátba is a Discordon, vagy ott van itt Need for Speed-es szobákat, majd meg akarom nézni, hogy még ott hogy vannak. Mondom, gyerekek, figyeljetek, én az, amikor megjelent a játék, nagyon-nagyon messzire eljutottam benne. Csak mondom, most újra kezdem, hogy akkor az elejétől játszunk vele, meg ugye az elmúlt egy évben én nem nyomtam. Szóval nagyjából képbe vagyok, hogy mi zuhan a játékkal. Szintbe addig jutottam el, hogy az Azovból már megvolt az a teherautó, aminek az eleje is külön fordul, az a kék. Nem tudom, hogy az elég magas szinten volt. Pedig de majdnem minden járművet meg tudtam venni. De én most elviszem a garázshoz. Csak jó lassú. Mi van, István, örülsz neki? Mi a helyzet, gyerekek, hogy vagytok? Azaz, pattogjál. Ennyire sokan szeretik ezt a játékot? Ura nekem. De nem most fog jönni, jön hozzá majd ír 4 talán. Ja, ez jó játék. Igen, mondom, az magas szintől van, legalábbis én úgy tudom, hogy az nem alacsony. Az egy dolog, hogy jön új játék, de az más lesz, az Expedition lesz, az ilyen kutatós játék lesz, elvileg nem ilyen, szóval attól még ezt folytathatják tovább. Rengeteg lehetőség van benne, meg úgymond pénz is. Dobjuk már ide ki ezt a támfutót. Mondom. Nem tudom itt levenni. Várjál, nem, rosszra megyek, erre megyek. Ja. Ilyen nem kell, mert itt a mikrofon állvány kitakarja ott a bal oldalt, úgyhogy azt hajolgathatok jobbra-balra. Snowrunner-t nyomok. Nem akarom eladni, szerintem egyelőre nem. Jó. És ha jól tudom, ezt meg be kéne vontassam ide, nem? Azt hiszem. Szerintem legalábbis az van. Jó. Mi kéne hozni a... Na várjunk. DLC. Hű, ez mind az enyém? Vegyünk, igen. Ennyi van meg.
Hát ez nem rossz egyébként, de nem azt mondom, hogy jó, jó végül is, ja. Melyik a Colossus? Az itt szerintem nincs itt. Szerintem az, amiről te beszélsz, az teljesen más. Amúgy ez is nagyon jó. Ez is nagyon jó. Gyerekek, figyeljetek, figyeljetek, figyeljetek! Nyugi, nyugi mindenki. Köszönöm az ajándékot. Én ezt a mapot már teljesen kiszázszázalékoltam annó, csak újra kezdtem, jó? Tehát ne aggódjatok, meg fogom oldani. Tudom, hogy mindenki szeretne segíteni, de meg fogom oldani. Ez nem olyan jó. Én ezt annyira nem szerettem. Nem rossz, de az Azov szerintem odaveri. Én ezt annó nem szerettem. Hát nem tudom. Szerintem az Azovnál rosszabb. Nem tudom. Azt tudom, hogy régen annyira nem rossz, használtam ilyen másodlagosnak. Mindegy. Mondom, lehet, hogy az... Nem tudom. Szerintem nem jobb. Mindjárt megmutatom, melyiket én használom. Mondom, van az Azov, az az a jármű, ami soha semmilyen körülményekben nem tud megakadni. Tehát akármilyen terep van, lassan, de tovább megy. Tehát konkrét, majdnem, szerintem nagyon nehéz megakasztani. Már majdnem, hogy szándékosan kell csinálnod. Na várjatok, be kéne bontatnom a másikat. De garázsban meg kéne szoknom a dolgokat. Jó, menjünk ki vele. Mi van? Aj, miért kell eltravelelnem? Global map. Alaszka. Jó. Global... Kell itt nekem bármit nyomnom? Hogy tudom áthozni az autókat? Látokra, mert nem emlékszem. Oké, hogy garázs, de nem... mindegy, akkor így. Oké, de mondom, nem kell átjöjjek globál map, és akkor mehetek vissza. Mi van, Guzmi? Nagyon hiszt is mamacska, szóval a gyerekek, hogyha halljátok. Nem tudok vele mit csinálni. Na. Gyerekek, tudom, hogy mindenkinek van egy, úgy hallom, vagy úgy olvasom, egy olyan teherautó az életében, amin a függőleges falon is igen fölmegy. Ennek örülök. Én nem akadtál bele? Elvileg én ki tudok jönni ugye ide. Tulajdonképpen én úgy szoktam csinálni. Várjál, még van még egy jármű. Map. Hol hagytuk ezt? Itt hagytuk. De akkor nekem az kell, hogy... Ez. És elvileg... Instruction engine delete previous recover. Jó, akkor elvileg... Jó. Hát, szerintem ezt is el kéne adni. Maradhat, ez mehet. Muszáj vagyok eladni, mert nincs lóvém rám. És akkor nézzük, mert úgy vagyunk, hogy... Mehet a levesbe. Ez is. A DLC-sek közül... Gyerekek, ezeket fogom én használni? Cső mindenkinek. Nem, most nincs közös játék. Azt nem tudom, hogy... Mondjuk ezt is lehet, hogy megtartom, ki tudja, még nem nagyon mentem vele. De ezt nem fogom amúgy használni. Vagy maximum megveszem, és akkor megint, nem tudom. Nézzük már meg ezt az Azov témát, hogy mennyibe kerül.
Várjatok. Azt hiszem 84 talán. Például Csumpi ezzel ment, mindenen átmegy, az is. Így gyerekek, be van modolva a Forma 1-es autón, ezeket a modokat majd ki kell szednem. Az új mentésben nem tudtam, hogy benne maradnak. De ezt is miért tudom meg? Meg tudom venni, de ezt megtaláljuk az egyik mapon, vagy legalábbis nagyon hasonlót. Mondd már, hogy... Nem az van, hogy fel kéne... Úgy gyerek, bocsánat a Forma 1-es autóért, az amcsi gépek nem olyan fontosak. Várjatok, vissza, Highway, Heavy Duty. Nem az Heavy Duty-ba van, nem? Melyikben van az Azov? Ja, nem tudom megvenni, mert azt hiszem úgy van, hogy át kell mennem a Tajmirra. Lehet, hogy hülyeséget mondok, de szerintem át kell mennem ide a garázsba. És itt tudom megvenni, azt hiszem. Próbálok belerázódni, meg visszarázódni, hogy mizu van. Jó, Truck Store. Ez az. Ez kell nekem, gyerekek. Itt az Azov. 64-13-1 a neve. És ez a baszógép, állat, jármű az elején nekem tökéletes lesz. Akkor viszont ezt eladjuk. A drágábbat nem hiszem, hogy kell. Majd ha kell, megvesszük megint. Ez kell nekem ide. Gyere szépen. G. Michigan. Vissza. Garázs. Honne van a garagge? Gyerekek, majd lesz az is. Gyerekek, az mi? Ott áll az ajtóba és nyávog meg. Mindegy igazából, nem baj, hát most hadd nyomja. Na, majd lesz minden, most ezzel fogunk elindulni. Truck Storage Azov. Jó. Szerintem nem tudok rá semmit se venni egyébként. Biztos vagyok benne, hogy teljesen gatya. Erre még semmi nem lesz. Kerékbe van rá egy... Nem, semmi. Ez még túl nagy a szintemnek ez a jármű. Figyeljetek, ezt viszont tudok rátenni. De várj, a stock az... legyen ez mindegy. Front. Persze. És itt nem tudok amúgy lefelé menni, csak az egérrel. Mi van itt, nézzük. Menjen. Ő a biztonság. Klíma mindenképpen kell, mert kemény munkát fogunk végezni. Tuda is kell, hogyha bejönnének elém, akkor valahogy ledudáljam őket. El is kell. Ja, ez jobb is. Felniből meg. Mondjuk ez menőbb. Festésbe pedig mehet ez. Belsőbe. Hogy vagyunk? Vannak DLC-sek is? Á, kell a kutyus. Az a legjobb barátunk. Így. Igen. Ezzel. Matricában amúgy tök mindegy. Itt is amúgy mennyi van, te jó ég. Ez. Aszta, de ez mi van? Há, jöttek be a DLC-vel matricák. Atya ég, hát ennyi nem volt régen. Biztos, hogy nem volt ennyi régen. Aszta. Hát szerintem itt is... Hát mondjuk itt lehet, hogy nincsen több. Jó. Ó, köszönöm a rózsát. Jó, akkor szerintem megvagyunk. Mehet. Indulás. Leave garázs. Figyeld amúgy, ez a durva, be van húzva a kézifék. Be van húzva a kézifék, hogy sem nem figyelsz oda. Elmegy.
Elmegy kézifék nélkül. Kéne rá valami plató szerintem, de azt meg akkor vissza kell menjek? Jó, nézzük a feladatokat. De amúgy is el kéne menni itt felfedezni. Hát az a baj, nem fogom megúszni. Sőt, lehet, hogy először fel kéne fedezzük az egész mapot, mert 1, 2, 3, 4, szerintem így körbe se érnék a kis autóval. Na, induljunk el akkor vele. Akkor... Telefonos játék, ma micsoda? Ez? Hát, hogy ma ez telefonos játék, akkor nem tudom, hogy... ilyet még nem láttam mobilon. Ez gépes. Medrunner van telefonra? Hát jó, de az nem ilyen. Biztos az is szórakoztató, de azért ez egy kicsit más. Hát megpróbálok itt felmenni, de óvatosan kell, mert mindegy, menjünk. Ilyenkor akad be egyébként. Ilyenkor van egy ilyen akadás, de csak egyszer, utána már jó. Nem tudom miért. Ezzel csak egy a baj, kevés benne a benzin. Meg borulékony nagyon. PS-en is van, PS4-en, Xbox-on is. Szerintem egyébként ez a jármű, köszönöm az ajándékot, ez a jármű, ez túl OP. Ezt nem kellett volna berakni DLC-be. Tehát nem azt mondom, hogy ez a legOP-bb autó a világom. Húzd mi? Elnémítalak amúgy. Na majd a szünetig nem hagyja abba, amit negyed óra múlva lesz. Akkor meglocsolom, mint egy virágot. Mi történik? Mit nem látok? Ó, köszönjük szépen, Guttika. Oda nézzetek, gyerekek. Tolják a csatornát. Na, szóval... még van Nintendo Switch-re is, meg Mac-re. Na. Nem, pénteken nem szoktam. Most szerintem szombaton is kérdőjeles egyelőre. Most még lesz. Mondom, én azt gondolom, hogy ez a jármű, hogy alapból nem volt benne a játék elején, ez iszonyatosan túl OP, tehát hogy egy alap scouthoz képest ez mindenen átmegy. Annyi, hogy könnyű vele felborulni, ha nem vigyázol, elég könnyen. De bent volt, mármint hol volt bent? Alapjátékból ez nem volt benne. Majd. Egyelőre nem akarom azzal húzni az időt. A megjelenéskor szerintem ez nem volt benne. Megjelenéskor még szerintem DLC-se volt. Hát lehet, hogy utólag egy nem tudom mennyivel jött, de nem, alapból nem volt. Tehát amint meg lehetett venni, én vettem meg a DLC-ket. És szerintem alapból ez a játék a megjelenés napján, de megjelenés napján ez a jármű már volt. Hát nem tudok róla, skacok. Szombaton felvételi? Hova felvételizem? Na figyeljetek, megyünk tovább. Következő az úgy lesz, hogy bemegyünk ide. Ide, 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 és ide. Helyett ide.
Nem, az a Season 1-be volt. Ha a drágábbik verziót vetted, akkor a Season 1-jel vetted meg, én szerintem. De amikor ez megjelent, akkor a Season 1 még nem létezett, és szerintem ez a jármű nem volt még megvehető megjelenéskor. Szerintem. Sok sikert a felvételihez. Megyünk lefelé. Gyerünk. Kim vagyunk. Rohadt menő ez a kis gép. Annyira nem vágom egyébként. Csodom, mint az UAZ Racing 4x4. Hát, szerintem nem ugyanaz. Én nem nagyon ismerek hasonló játékot, mint amilyen ez. Ha az versenyzős játék, akkor nem. Ebben nincsenek például versenyek. Nem hiszem, hogy ennek a játéknak amúgy van nagyon párja. Vagy az nem játék, amit a racingből gondoltam, de hogyha nem, akkor nem szóltam. Innentől lesznek bajok. Ja, ez mindig be van kapcsolva. Azt meg csak egy váltás után lehet aztán. Gyerekek, ez... jó, nem tudom, de szerintem... Ha jobban belemerültök ebbe a játékba, akkor látjátok, hogy nem igazán. A Medrunner, de az meg ugye egy kiadó. Azt nem tudom. Azt néztem Steam-en, ma beraktam egy csomó játékot a kívánságlistára. Figyeljetek már, hogy van a Dakaros, van egy Dakaros játék. Ez a 2018, vagy mikor jött ki. Azóta jött még egy Dakaros játék ki? Most hogy van? Na, hány Dakaros játék van az újak közül? Hát akkor erre, és akkor itt fel, és kb. Ki is fog fogyni a benzin. De legalább a térkép alsó része megvan. Sőt, amúgy tovább kérem egyenesen, és akkor el tudok menni jobbra szerintem. Szerintem ez lenne az út. Mármint mit, hogy lehet elérni Steamen? Jó, csak az ilyen 2000-es évek, meg 2005-ös, azokat ne nézd, mert az már nagyon régi. Szerintem kettő lesz egyébként. Na várjál, jó helyen vagyok. Csak kanyarodni kéne. Kívánságlistámat? Nagyon ügyesek vagytok, akkor megtaláljátok a Discordon. Azt hiszem kim van.
éppen lassan 100 év múlva odaérünk. Az első, a harmadik ilyen torony, az mondjuk majd a negyedik lesz igazából. Ezt nem szeretem ebből, hogy nem tud fordulni. Nagy tempóval nem tud befordulni sehogy se. De az mikori, azt nem tudom. Nem jó vele menni az úton ezzel a kocsival? Mondom, én az elején játszottam vele, és amint volt DLC, vettem is meg őket. És ez is nekem külön lett megvéve. Tehát még a Season 1 ki se jött, amikor ezt már meg lehetett venni. És azért mondom, és ez nem volt benne a legelején. Én megjelenéskor már nyomtam ezt a játékot. Irány föl a hegyre! Ez is túl overpowered jármű, egyszerűen nem lehet megakasztani. Nem tudom, a benzin előbb kifogy, mint hogy vagy felborulsz, mint hogy ki megálljon valamibe. Nem tudom, milyen lehet egy ilyen terepjáróval közlekedni mondjuk közúton, lehet, hogy tényleg baromi rossz. Ezt el tudom hinni. Jó, ez meg is van. Na, hát... esetleg még amúgy ezt felvehetnénk. Ha már így itt vagyunk, mert amúgy egy lenne még itt. Ami mondjuk ráér később is, mert ismerem az egész térképet. Hát lehet, hogy azt mondom nektek, hogy akkor menjünk itt végig, úgyis ki fog fogyni belőle a benzin lassan. Akkor itt végigmegyünk, és akkor ide fölmegyek ezt felvenni. Legalább azonnal eltűnik. Mert most azt nem tudom, hogy van-e még itt a térképnek bármelyik eldugott részén jármű, mert ezeket amúgy majd át kell nézni, mert most már fejből nem emlékszem, de azt tudom, hogy itt van egy, itt is nem ott, hogy vagyunk. Itt is van egy, azt tudom, meg majd lesz máshol is. Na, menjünk az upgrade-ért. Irány fel a hegyre. Kíváncsi leszek egyébként az új részre, de szerintem nagy különbség nem lesz. Ugyanezek a járművek lesznek szerintem. Kicsit újítanak egy pár dolgon, meg több funkció, de nagyjából így ennyi. Nekem az a felfedezősdi az, ami egy kicsit kérdőjeles, hogy mennyire lesz jó. Vagy mennyire tudják megoldani, hogy izgalmas legyen. Mert... felfedezni ebbe is kell. Aludni fog a sofőr? Ami lehet, hogy van, nem tudom, nem nézegettem. Na majd most meglátjuk, mert úgyis... Na várjatok, mert ez így nem lesz jó. Ajaj. Hát ugye nem gondoltam volna, hogy ennyire rossz az a kocsi. De gondolom átmegy mindenen.
Hát gondolom nem arra csinálták, hogy kényelmes legyen. Gondolom én. Ránézésen nem az a jármű, ami ilyen mérhetetlenül luxus cikkekkel van ellátva. Gyerünk. Jó. Ne már! Ne! Kacok. Azért az megvan, amikor a cél előtt töröd el a lábadat. Odaérnél a célba, akkor egyszer csak azt mondják, hogy szevasz. Mert ugye én ezt nem vincselem ide sehova. Tehát, hogy ez gatya. És ott van a cucc. Ami amúgy nem kell feltétlenül nekem, de hogy így, na. Hogy így, na ugye az, nincsen automata vincsem, vagy mi a tököm, ami ugye vissza tudja folytani, hogyha leáll a motor, akkor ez köllemetlen. Hát, előfordul néha ilyen. Recover. Ja. Hát lehet, hogy elpusztíthatatlan. Na jó, most kacok, figyeljetek, én kérek egy 5 percet, azt itt vagyok, jó? Mindjárt jövök, aztán onnan innen folytatjuk a vodot, meg megállítom. Ugye az eleje megvan, következő résznél felfedezünk minden más, aztán nekiállunk feladatokat csinálni.